Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Egy kérdés, ami szerintem sokakat érdekel, az az, hogy hogyan viszonyul egymás az atya és a fiú, illetve ki is volt az, aki az Ószövetségben szerepel a Tanákban, és ki az, aki az Új Szövetségben szerepel a Brit Harasában, mi a különbség, mi a hasonlóság. Szerintem van egy egyszerű módja annak, hogy mind a Szent Háromságot, mind pedig azt a problémát, illetve azt a kérdést megválaszoljuk, hogy az atya, a fiú egy és ugyanaz, vagy sem. Én elárulom előre a választ, az atya és a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú, vagyis Jehusa, az nem az atya a földön, nem lehet az, és a kettő nem egy és ugyanaz, és ráadásul nem is egyenlő a kettő, ahogyan azt maga Jehusa megállapítja. Ezt a kérdést rövidre is zárja, hogy a Hukkanon 14-es fejezet 28-as vers, mikor is így szól, hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Úgyhogy ha az ő atya nagyobb nála, akkor az egyetem, hogy a kettő nem egy és ugyanaz. Számtalan vers van, amiben olvashatjuk azt, hogy ő az atya jobbján áll, és közben jár mi bűneinket, a kettő nem lehet egy és ugyanaz. Az egy, amiről ő beszél, az az a echad szó, ami annyit tesz, hogy egység, egy egységben működő, egyetértésben működő, úgymond koalíció. Nem arról van szó, hogy a kettő, vagy a három, vagy az öt az egy darab. Azt jelenti, hogy egy egységben működik. A Hukkanon 17-es fejezet 10-11-ig így szól, és az enyémek, mind a tiéd és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Azaz, azokról beszél, akik az övéik, és nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, az az emberek, akik követik, itt maradnak, ő felmegy az atyához. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Úgy egyek, mint ők. Egy egységet alkotnak. Az emberek itt lent nem lesznek egy test azután, hogy ő elment attól, hogy ők úgy járnak, ahogy ő járt. Az, hogy egyek legyenek, az azt jelenti, hogy egységben egy utat járjanak, egy szabályrendszer, instrukció rendszer szerint éljenek. Az az, amit ő elhozott nekünk, ahogyan élnünk kellene. Ez tesz egy egységgé. Úgy, ahogy ők egy egység. Ők egy tökéletes egység. Hiszen az atya az, akinek a gondolatait közvetíti a fiú. Így természetes, hogy egy egység. Ugyanúgy, mint ahogy a földön valaki, aki beszél a telefonban, másik oldalon hallja, akivel beszélget, az a hang, Jahusá, Hamásiák, az közvetíti az üzenetet. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő egy vagy egyenrangú. De az sem jelenti, hogy ezzel Jahusá, Hamásiák áldozata, vagy az ő munkássága bármivel is kevesebbet ér. Ez csak fontos megérteni mindenkinek azért, hogy pontosan tudja, hogy ki az, akihez ő imádkozik. És ki az, aki tisztel? Hogyan járja ezt az utat? Mi a hierarchia? Különben nem fog érteni úgy, ahogy sajnos a legtöbb ember a világon nem érti. Az egyek legyenek nem azt jelenti, hogy a 3-1, vagy a 4-1, vagy az 5-1. Ez azt jelenti, hogy egységben dolgoznak, egységben működnek. 21-es versszakban még egyértelműbbé teszi, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
az emberek itt, akik követik azt, ahogyan Jahusák másiák, a megváltó Jézus élt, azok lesznek azok, akik bebizonyítják, hogy ő Elohimtől, az atyától jött, hiszen a parancsolatok szerint élt ő, a parancsolatok szerint élnek a követői, ez a bizonyíték arra, hogy megértették, hogyan kell élni. Így egy mindenki, de a legtetején a hierarchiának az atya áll, ő az, aki átadja a szavát a fiúnak, a fiú átadja Izraelnek, Izrael átadja a világnak. Ez volt a rendszer mindig, és ez nem jelenti azt, hogy az egész egy darab, ez azt jelenti, hogy az egész egy egységként működik. 22. És én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Ha ők egy darab, akkor az azt jelenti, hogy mi is egy darab kell, hogy legyünk, vagy azt jelenti, hogy egy egységet alkotunk. Nyilván nem lehet, nem arra gondol, hogy egy darab legyen a sok ember, hiszen attól még több ember lesz itt. Ugyanúgy, ahogy ők két különálló idézőjeltével lény. Ugyanúgy mi is különálló egyedek vagyunk, azonban egy egységet alkotunk. Ha úgy járunk, ahogy ő járt, úgy járunk, ahogy az atya szeretné, hogy járjunk. Így mindenki egy egységet fog alkotni. 23. Én ő bennük, te én bennem. Miért? Ismétli meg újra. Azért, mert úgy van az atya benne, és ő az atyában, ha egy egységben működnek. Ha ő engedelmes, ha mi engedelmesek vagyunk, akkor tudunk egyek lenni ebben az egész egységben. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, szeretted őket, amiként engem szerettél. A bizonyíték az lesz, ahogyan az emberek járnak. Úgy fogja a világ megismerni azt, hogy vannak, akik követik ezt az utat. Hogy ez igenis egy másfajta ember. Ő másként gondolkozik, másként öltözik, másként eszik, ünnepel, viselkedik, és cselekszik. Így fogja megismerni a világ. Hogy azok, akik követik, hogy mi, akik követjük őt, úgy járunk, ahogy ő jár. 24. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok én is velem legyenek. Hol vannak az ő jobbján áll és közben jár a mi bűneinket? Hogy megláthassák az én dicsőségemet, ki ő a szó. Hogy megláthassák valójában, hogy mire képes maga a szó. Itt kitartanak a káoszban, és eljutnak majd oda hozzá, amelyet nékem adtál. Az atya adja a dicsőséget neki, a kettő nem lehet egy és ugyanaz. Különben az egész egy ilyen, egy teljesen skizofrén helyzet, hogyha ott magának adogatja, mikor egyértelművé tette, hogy ott áll a jobbján, ott ül a jobbján, két trón van, a bárány nyitja ki a könyvet, és átadja az atyának. Hogy lehet a kettő egy? Mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Apostolok második fejezet 32-től 34-ig így szól, ezt a Jahusát feltámasztotta Elohim. Az atya az, aki feltámasztotta a fiút. Mert a kettő nem egy és ugyanaz. Minek? Mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk, azaz ők tanúsítják ezt annak okáért Elohimnek jobbja által felmagasztaltatván, a megígért Ruach HaKodest, a Szent Lelket, megnyervén az atyától, kitöltötte azt, amit ti most láttok és hallotok. Ez a Ruach HaKodesh, a Szentlélek, csak ez után jött el. Úgyhogy az, hogy a három egy személy, az nevetséges. De maradjunk meg a kettőnél, és próbáljuk meg tovább vizsgálni, azt már értjük, remélem, hogy az egy az egységre utal. Lehetetlen az, hogy a kettő egy darab. De ez most ki fog derülni, 34-es vers. Mert nem Daud ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja Jahua, az én hatalmasságomnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámoljuk. Az egyik mondja a másiknak, hogy ülj a jobb kezem felől. Akkor hogy lehet a kettő egy és ugyanaz, hogyha azt mondja, hogy ülj a jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeid a lábad alá zsámoljuk. Akkor ezek szerint az egyik, az Úr, Jahua, az, aki rendelkezik a másik fölött is. Ő az, aki az ellenségeit legyőzi neki. Ő az, aki elintézi a visszatérésnek a körülményeit.
Bizonnyal tudja meg ezért Izraelnek egész háza, azaz mind a 12 törzs, hogy Adonája és Messiáká tette őt Elohim. Azt a Jahusát, akit ti megfeszítettetek. Azaz Adonai, azaz uralkodó, és Messiák, azaz felkenté tette őt Elohim. Még mindig Elohim az, aki irányítja ezt a folyamatot. A kettő két különböző karakter. Azt, akit ők megfeszítettek, az lesz majd Adonai, azaz uralkodó, és az volt a Messiák, azaz a felkent, és ő az, aki most a jobb kezén áll, és közben jár az emberiségnek a bűneiért. Ez pedig Tehelim 110-es fejezet, 1-es vers egyébként az idézet, az örökkévaló, azaz Jahua, mondta ezt az én Adonájomnak, az én uralkodomnak. Ülj mellém jobb oldalamra, míg ellenségeidet lábad alá vetem. De nézzük tovább, hogy hogyan lehet rájönni arra, hogy ez a kettő két külön karakter. Már 16-19. Adonai azért minek utána szólott valanékik, Adonai ez ugye Jahusha HaMashiach, felvitették a mennybe, és üle Elohimnek jobbjára, még mindig a jobbjára ül, és két külön karakterről van szó, úgyhogy nem lehet a kettő egy, a kettő egy egységben van, azonban nem véletlenül mindig Elohim az, akinek a jobbjára ül, vagy akihez viszonyítja, hiszen ő az egyetlen, akit aki teremtette az egész világot és mindent beleértve a fiút is. Lukács 22:69 ugyan erről beszél, mostantól fogva ül az embernek fia Elohim hatalmának jobbja felől. Ugyan ezt erősíti meg, még mindig Elohim az atya jobb keze felől ül a fiú. Olyan egyszerűen megérti mindenki azt, hogy mit jelent, hogy valakinek a jobb keze, valaki, ugyan ez a helyzet itt is. Ő az, aki eljár az atya nevében. Ő a legfelsőbb hatalom az összes üzenők között, az összes üzenet közvetítők között, a Malakim között, az angyalok között. Ő a legfelsőbb rangú. Azonban ő nem egyenlő az atyával. Ezért mondta azt, hogy az atyám nagyobb nálam. Apostolok 7-es fejezet 55-56. Mivel pedig teljes vala a Ruach HaKodesh-el, a Szentlélekkel, ez ugye István, ha jól emlékszem, a mennybe függesztény szemeit látta Elohimnek dicsőségét, és Jahusát állani Elohimnek jobbja felől, és mondá, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát Elohim jobbja felől állni, akkor hogy lehet, hogy a kettő egy és ugyanaz, még mindig Jahusák, ha másják, a fiú az, aki alárendelt szerepben tűnik fel, hiszen ez a helyzet. És ezzel nem azt mondom, hogy ő jelentéktelen, vagy ő alacsonyabb rendű, vagy kevésbé fontos a szerepe, vagy az áldozata. Egyáltalán nem arról van szó, hogy az atya az, amit meg kell érteni mindenkinek. Az atya az egyetlen, akinek mi szolgálunk, és akinek a dicsőségét hirdetnünk kell. Ez csak és kizárólag úgy lehetséges, ha a fiú nyomdokain járunk, ha bennünk él a fiú, hiszen ő hozta el ide azt, ahogyan az atya szeretné, hogy mi viselkedjünk. Ha megértjük ezt, és ehhez hozza a Ruach HaKodesh szerepét, a Szentlélek szerepét, ami bennünk él, és elvezet minket mindenhez, amit Jahusha mondott és tett, ami az atyától jött, akkor megértjük, hogy mi a hierarchia a három karakter között, illetve a kettő között, amiről most szó van. Nem arról van szó, hogy ő nem fontos, vagy ő neki nincs jelentősége, vagy ő kevesebbet ér, mint ahogy gondoltuk. Arról van szó, hogy megvan, meg kell értenie mindenkinek azt, hogy mi a viszony a két szereplő között, különben nem fogja tudni értelmezni sem az írást, sem pedig nem lesz megfelelő az ember viselkedése. Az ember nem szolgálhat két, úgymond Isten. Vagy egyet, amíg két feje van, vagy két része, vagy három, vagy öt, vagy akármennyi. Egy van, akit nekünk dicsőítenünk és szolgálni kell, az pedig Jahua, az atya. Őt úgy tudjuk szolgálni, ha bennünk él Jahusha HaMashiach, a fiú. Természetesen csak is kizárólag, ha úgy élünk, azzal mutatjuk azt, hogy mi őt szolgáljuk. Rómaiakhoz 8:34, így ír Saul. Kicsoda az, aki kárhozta? Messiák az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott,
aki Elohim jobbján van, aki esedezik is érettünk. Ő az, aki közben jár értünk, mint minden főpap tette a Tanák az úgynevezett Ószövetség során, és mindig kell egy közbenjáró, hogy mi eljuthassuk az atyához. Nem fog foglalkozni ilyen pondrókkal, akik még mindig csak keresgélik az utat. Kell egy közbenjáró, hiszen a bűn nem fér meg az ő jelenlétében. Nem tudunk közvetlenül hozzá eljutni, mint ahogy soha sem tudott az ember közvetlenül hozzájutni. Mindig kellett egy papi rend, egy főpap, aki közvetített közte. Nem véletlenül mutatta be azt, hogy mennyi rituálén ment keresztül a papi rend, a főpap, mire tisztának minősült, és eljuthatott oda, hogy közben járt a népért. Ez nem véletlen, hogy ezt bemutatta. Ugyanezt hajtotta végre Jehusák Hamásiák a ruák segítségével, hogy hogyan lehet ezt a lélek segítségével megcsinálni. Ez nem azt jelenti, hogy mi közvetlenül járulhatunk hozzá. Ez azt jelenti, hogy ő ott van a jobbján, és közben jár értünk. A kettő nem lehet egy és ugyanaz. Ez Higelő jelenések 5-től 7-ig, és egy a vének közül mondanékem, ez ugye Jehukanonnak mondja, ne sír, ímé győzött Jehuda nemzetségéből való oroszlán, ez ugye a Jehusák Hamásiák, Daud gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És látik a királyszék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megöletettet, 7 szarva, 7 szeme vala, ami Elohimnek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Ki az, aki kinyitja majd azt a könyvet? Ez Jehusák Hamásiák, a bárány, a megváltó, a Messiák, idézőjebe Jézus. Ő a Malák Jehua, az az angyal, aki végigvezette Izraelt az Ószövetség. És mit csinál? Eljöve, elveli a könyvet a királyi székben ülőnek kezéből, jobb kezéből. Akkor hogy lehet, hogy a kettő egy és ugyanaz, akkor a saját kezéből veszi ki a könyvet, vagy nem tudja, hogy a kezében van, és nem, de nem feltétlenül az irónia a lényeg, hanem az, hogy lehet olyan abszurd dolgot elképzelni, hogy a kettő egy és ugyanaz, mikor számtalan példa van rá, és bizonyíték, csak ez a néhány, amit most megnéztük, hogy a kettő nem lehet egy és ugyanaz.